A közelmúltban egy rövid múltidézésre és egy tartalmas program ajánlóra volt lehetőségünk Tóth Éva intézményvezetővel a könyvtárban. Kezdjük az elején. 70 évvel ezelőtt a József Attila Városi Könyvtár és a Vörös Marti Mihály Szakszervezeti Könyvtár üzemelt a településünkön. Két évtizeddel később az intézmények összeolvadtak, megszületett a József Attila Könyvtár. Az az intézmény azon a helyen, ahogy és ahol ma ismerjük. Közművelődés és a könyvtár története az a város történetével egyidős, viszont 50 évvel ezelőtt érett meg a helyzet arra, hogy a városban lévő két nagy könyvtárat, a szakszervezeti és a városi könyvtárat összevonják. Addigra lehetetlenült el az a helyzet, hogy az egyik könyvtár a pártházban működött, a másik egy lakásban, aminek már a födém szerkezete lassan összeomlott a rengeteg könyv hatására, úgyhogy éppen ideje volt annak, hogy egy új könyvtár létesüljön. Tóth Éva szerint egy érdekes kísérlet volt, hogy egy helyen legyen a művelődési ház és a könyvtár. Utóbbi intézmény kezdetben 150 ezer kötettel indult, az állománya pedig évente 15-16 ezer példánnyal bővült. Csodájára járt a sajtó, a megyében talán a legnagyobbnak számító gyermekkönyvtárnak és a raktárnak, de az intézménynek volt játékszobája és zenei részlege is. 50 évvel ezelőtt a lakosság egyharmada volt beiratkozott olvasó. És hát persze itt voltak ezek a nagy terek, ezek a hatalmas könyves polccal leválasztott kis boxok, úgyhogy egy gyönyörű könyvtárat kapott a város. Ami pedig az állományt illeti, az egy ilyen 150 ezer kötettel indult, és évente 15-16 ezer kötettel gyarapodott. Az olvasói létszám akkoriban a lakosságnak egyharmada volt beiratkozva, ez ilyen 17 ezer fő volt a legjobb időkben. Úgyhogy egy nagyon-nagyon modern és nagyon haladó szellemű könyvtárat kapott Dunaújváros. Idén jubilál az 50 éves intézmény. Számos előadással, kvíz, sorral, zenei programmal, bemutatóval készülnek. Ingyenes a beiratkozás az 1974-ben születettek számára, illetve az idei könyvtér is más lesz. Szeptember 7-én lesz majd, az MMK-val közösen szervezik, közös udvarban. Fellép majd a Vasas is, ide látogat Kelemen Angelika, illetve több helyi zenész is képviselteti majd magát. Az év legnagyobb eseménye, illetve ennek az 50 éves évfordulónak a legnagyobb eseménye, az MMK-val egy közös szervezésű rendezvény. Ez pedig a hagyományos könyvterünknek az újra gondolása lesz. Most kivételesen nem a város főterére fogunk kimenni, hanem itt az MMK könyvtár közös udvarán rendezzük meg ezt a nagyszerű programot, és nem fognak csalódni, akik ide látogatnak, mert különleges zenei élményben lesz részük, lesz tánc, a Vasas Tánc Együttes jóvoltából, bábszínház és mindenféle kézműves foglalkozás a gyermekeknek. Nagyszerű programokkal ünnepli tehát az intézmény fennállásának az évfordulóját a József Attila Könyvtár. Az előzetes tervek szerint pedig a könyvtér is ismét egy nagyon jó rendezvénynek ígérkezik.